Sziasztok, ez itt a Napfényes Gyógyközpont. És a Napfényes Étterem első közös videója. Épp testben, épp lélek, avagy testünk, lelkünk táplálása videósorozatnak az első része. Én Kovács Zoltán vagyok. Én pedig Csehi Pogány Frida. A mai főszereplőnk pedig a köles lesz, amelyből egy töltött Hokkaidó tököt és egy kölestúró krémet fogunk készíteni. Gyertek, tartsatok velünk! Most is! Mielőtt elkezdjük a főzést, Frida, hogy is kezdődött a mi együttműködésünk? Azt beszéltük Zolival, hogy hozzuk be a mindennapi étkezésekbe a gabonákat, és a Zoli jóvoltából isteni finom ételeket készíthessetek otthon, én pedig elmondjam, hogy az egyes gabonáknak milyen pozitív élettani hatása van. Na, akkor vágjunk is bele rögtön, ugye említettük, hogy a köles lesz a főszereplőnk, ehhez ezt a kis sárga, arany, kis gyöngyöket fogjuk használni, amit nagyon fontos, hogy előtte beáztattunk. Pár dolgot elmondok így az előkészületekről. A beáztatás azért kell, hogy a főzés egyenletesebb legyen, és fontos, hogy utána, amikor leöntitek a vizet egy szűrőben, jó alaposan át legyen mosva, ezt a szürk és koszos levet szépen le tudjátok róla öblíteni. És már itt felkészítettem egy lábost. A köles főzésnél, nem tudom, Frida, hogy neked szokott problémád lenni, amikor nekem főzöl? Nekem általában jellemző? Mászkos lesz, úgyhogy én csak levesbetétbe szoktam használni. Aha, néhány videóban én már készítettem egyébként köles. Ugye készíthetjük köretként, krémnek, tölteléknek, fasírknak, levesbetét, számtalan felhasználási módja van, édesen vagy sósan. Itt most ugye töltelék lesz, a gyönyörű kis Hokkaidókat, neked is van egy, igen. Kettő, egy nagy, egy kicsi, majd kiválasztjuk, melyiket töltjük. Tehát ezeket fogjuk szépen betölteni, tehát töltelék lesz, és a másik receptünk az édes, pedig a kölestúró puding. Így ehhez a recepthez egy biztonsági főzés azt jelenti, hogy szétfőzhetjük. Tehát egy picit lehet mászkosabb, nem kell, hogy annyira pergős legyen. Bekapcsolom a kis indukciósomat, fölteszem a vizet, ki van mérve a vizecskénk, fél kiló a köles. Kértétek, hogy mondjam a mennyiségeket, ha lehet, könnyebb így követni a videót, és akár szimultán főzésre is sarkalhat titeket. Beindítom a kis tűzhelyünket, a lemosott, lecsöpögtetett köles, ami fél kiló, mehet a vízbe. Úgy, eddig rendben vagyunk, és most jön a só, ami ugye megadja az alap ízeket. Hát mennyi sót tegyünk? Mennyire szeretsz sósan főzni, Fridus? Hát, hogyha nagyon sótlan, én szójaszószt szoktam használni utolsózáshoz. Uh-huh. Itt az azzal most... lehet egy kicsit javítani a dolgokon. A töltelékben még mindig tehetünk. Így van, igen. Na, a lényeg, hogy sóval kétszeres mennyiségű vízbe föltettem az áztatott, jól lemosott, lecsöpögtetett kölest, rátesszük a fedőt, elindítjuk a főzést. Ugye beszéltük, hogy itt az indukcióson közben a többi folyamat jöjjön létre, úgyhogy ezt a hátsó tűzhelyre addig teleportálom. Zoli, a köles az egy méltatlanul elfeledett gabonánk, igaz? Nem nagyon szoktuk használni így a konyhánkban, pedig számtalan pozitív egészsége való hatása van. Ilyen például, hogy tele van B-vitaminnal, káliummal, foszforral, magnéziummal, vassal, és nagyon-nagyon jótékony az emésztése, nagyon magas a rost tartalma, tehát akinek valamilyen emésztési problémája van, vagy székrekedéses, akkor ha köles teszik, akkor nagyon sokat tud segíteni ezen a problémán. Plusz lugosító hatású is, van, ugye? Pontosan. Ami nagyon fontos a sabbázis egyensúly szempontjából. Az étterembe egyébként, ha jártok, vagy ismertek minket, Frida, te rendszeres látogatója vagy már két évtizede, a köles egy jellegzetes résztvevője a napi ajánlatnak, akár fasírt vagy köret formájában, de a köles túrógombóc az egyik nagy kedvenc. Az egyik kedvencem nekem is. Ehhez hasonló lesz egyébként a túrókrém is, de azt még ne lőjük le. Kicsit folytassuk a dolgokat. Jó, és amíg... mit teszel ebbe a töltelékbe? Mi lesz még, hogy legyen valami feltuningolt íze ennek a köles? Önmagában a gabonák nem lelkesítik az embereket, úgyhogy érdemes földobni valami szezonális finomsággal. És Frida ötlete volt, hogy hozzuk be a gesztenyét. Bizony. Ez már egy főtt, hát pácolt gesztenye, amit egy picit majd megtörünk. Ez nagyon jó lesz a töltelékbe. Fridánál volt még gyönyörű friss brokkoli,
és az egészet pedig megfogjuk egy kis fűszeres borsófehérjével bolondítani. Mit tudunk erről, esetleg erről pár szót tudsz-e mondani? Hát ugye most sokaknak nem tetszik, vagy nem szeretik, hogy a szója alapú, tehát a szója granulátumot, vagy mondjuk a gluténérzékeny valaki, és itt kiemelném, ugye a köles az egy gluténmentes gabona, tehát aki gluténérzékeny, az is bátran fogyaszthatja, és ezzel lehet pótolni, illetve helyettesíteni akár mondjuk a darált húst, ugye ez egy vegán étel, és a szója helyett is kitűnően lehet használni. Igen, ugye a szójamenteseknek egy nagyon jó alternatíva, és nagyon fontos, hogy ezeket a szárított, vagy extrudált, nem is tudom pontosan hogy hívják, alapanyagokat először beáztatjuk, tehát a szójával is lehet így dolgozni, hogy beáztatjuk, bár azt főzni kell, ennek elég az áztatás. Fontos, hogy ne főzzétek, mert szétmegy. Ezek a kis szemcsék, ebből vannak kisebbek, nagyobbak. Szóval amíg ezt beáztatjuk, addig pirítok egy kis hagymát, elkezdjük a tölteléket. Hagyja Fridus, nekem is valami munkát. A te feladatod az lenne, egy picit levágod a torzsáját, és akkor ezeket ilyen kis rózsákra kérlek vágd fel, és aztán majd együtt pirítjuk azt is a hagymával. Csak közben nézem itt az asztalt, hogy nehogy valami lemaradjon, lesz még benne egy kis növényi sajt, a fűszerezést meg majd később. A brokkoli egyébként nagyon magas fehértartalmú zöldség, úgyhogy ez egy jó fehérjedús ebéd lesz, vagy főétel lesz. Mert szokták mondani, hogy hát a vegán táplálkozásban az egyik félelem az, hogy hát de hát nem fognak összeesni az izmait, hogy eszel elég fehérjét, hát hogy pótolod a húst vagy a fehérjéket, és ez egy tipikus olyan étel, ugye? Igen, ez így van. Itt ez a vád senkit nem fog érni, hogy ez egy fehérjementes étel, hanem nagyon is távdús, illetve még kiemelném a kölesnek a fűtő hatását, tehát aki fázékony típus, annak nagyon-nagyon jó, hogyha rendszeresen eszik kölest, mert segíti, hogy átmelegedjenek a végtagok, és emiatt ez a hő csináló hatása miatt is jó az emésztés, hogy egy kicsi tüzet visz az emésztőrendszerbe, ami szintén segíti az emésztésünket. Ó, nagyon sok info elhangzik a kölesről egyébként. Nekem is az egyik kedvenc gabonám. A barna rizs a másik, de ha így vetélytársat kell említeni, akkor a köles lenne majd az. Arról is lesz videó, közös. És ezt is rengeteg módon el lehet készíteni, ugye a rizst is el lehet készíteni édesen vagy sósan, számtalan tájegységnek megfelelően. Mehet is a serpenyőbe a hagyma. De Zoli, te a torzsát, az bele szoktad vágni, vagy csak a virágját? Hát ha föl tudod vágni ilyen vékonyabbakra, hogy egyszerre puhuljon meg a virág részével, akkor belevághatjuk. Mert én nagyon szeretem így magába, és szerintem nagyon-nagyon finom még nyersen. Sőt, salátának is el lehet készíteni, de ha nem, a végképp nem kérjük, akkor mehet a komposztba, igaz? Hát, az fájdalmas kidobás, de amúgy vagy mondjuk levest is lehet belőle csinálni, nem? A brokkoli krémlevesben nagyon sok minden belefér. Igen. Elindult a hagyma pirulása, és én most rátenném a borsófehérjét. Ez az 5 perc elég volt neki gyakorlatilag, amíg összevágtuk a hagymát és a brokkolit. Fontos, hogy kicsavarom, hiszen akkor a pirulás tényleg létre tud jönni. Meg is húltak, de szépen és egyben ezeket, maradtak. Ezt mikor teszed bele? Azt is mindjárt beletesszük. Ott azért az a lényeg, hogy a sütés közben is át tud puhulni, majd mikor már töltelék formájában lesz, tehát nem kell effektív puhának lennie, viszont a borsófehérjét szeretném, ha egy kicsit megpirulna. Tudod, hogy kapjon egy kis bukét, egy kis zamatot a pirulás által, úgyhogy együtt pirítjuk a hagymával. Amúgy ennek a videónak a másik apropója az az, hogy készülünk a napfényező központtal egy külső-belső megújulás, önismeret és életmód táborra, ahol Zolival közösen fogunk főzni. Ő fog főzni, én leszek a kézilány, aki közben elmondja, hogy milyen pozitív hatása van az adott alapanyagnak, amiből a Zoli az isteni ételeket elkészíti. Ennek a tábornak a témája az önfejlesztés, hogy hogyan tudunk még jobban kapcsolódni a belső erőnkhöz és önmagunkhoz. És ez Pilis Csabán lesz, gyönyörű zöld környezet, egy bentlakásos, ötnapos, mindenféle színes programokkal, ahogy említetted, a napfényes gyógyközpont terapeutáival és szakértőivel. Így van, úgyhogy találkozunk ott élőben, ebben a táborban, garantáltan hatalmas élmény lesz. Na de közben egy kis fűszerezéshez elérkeztünk, mert itt elindultak a pirulási folyamatok. Ugye miről is beszéltünk, hogy
mik legyenek az alapfűszerek. Kakukkfüvet mondtál? Kakukkfű van itt szárított meg friss. Arra hadd kérjétek meg, hogy a friss csak így egyszerűen csak így lehúzod és mehet is bele. Ezt most együtt szedtük a kiskertben, úgyhogy ennél bióbb és frissebb szerintem nem is létezik. És a kakukkfűnek egyébként az van olyan videóm, amiben beszélek a kakukkfűről, hogy a legtöbb fűszernövény az gyógynövény is, és a kakukkfű is például nagyon jól segíti az emésztési folyamatokat. Kakukkfű tea mennyire finom, igen, ugye a torokfájásra, köhögésre? Igen, csillapító hatása. Mennyit tegyek bele, Zoli? Szerintem mind beleteheted, legyen intenzív. Ugye ez a gabonákat, a növényi alapanyagokat érdemes egy picit túlfűszerezni, vagy jó intenzíven fűszerezni. Nem a sóra gondolok, inkább csak a fűszerekre, főleg ha jó minőségű. Közben egy kis zöldborsot hintettem az ételünk alapjára, aztán látok itt egy kis fokhagymát. Lehet, hogy ezt is meghagyom neked, a fokhagymát, jó? Mert ezzel te most nagyon jól el fogsz bánni. Ezt az öt gerezdet belenyomhatjuk, és én pedig ezzel a kis baby reszelővel ezt a szerecsendiót fogom ide ráreszelni. Ha sikerül, menni fog nagyon jó, hiszen a sütőtöknek egy kiváló fűszere a szerecsendió. De működik szerintem a gesztenyéhez is, a brokkolihoz, brokkoli krémeleves, igen, ugye? Igen, én krumplihoz is szoktam néha tenni. Krumplihoz is, nagyon kis izgalmas. Igen. Főleg igyekezzünk, vagy törekedjünk rá, hogy frissen reszeljük a szerecsendiót, mert ezek az előre őrölt fűszerek mindig egy kicsit már olyan hókák, ugye nincs meg a zamat, nincs meg a testük, na, de jó, na, jól néz ki. Kutyúj bele, légy szíves, mert most nem tudom, nehogy megégjen itt, aztán leégünk. Aha. Wow. Egyébként képzeld el, hogy én ezt szoktam feltétnek is enni, vagy használni, fogyasztani, vagy akár ételekbe komponálni. Ezt a hagymás, vagy csak így pirított borsófehérjét, amióta ez bejött a piacra, egyre sűrűbben használom én is. Azért egy picit drágább még, mint az összes többi ilyen húspótló alapanyag, de hát az ember nem fogyaszt annyit, hogy ne tehetné meg, hogy esetleg olykor belecsempészi az ételbe. Jó, egy pici só is jöhet bele. Nagyon jó, hogy elmondtad, hogy hogy kell használni, mert én először úgy csináltam, hogy megfőztem, ahogyan a szójakockát kell, és egy teljesen szétesett, és egy hát, mint a köles. Nem annyira gusztusos, így van, dolog lett belőle, úgyhogy nem is használtam fel. Nagyon jó. Pici só belekerült, mit beszéltünk még? Gesztenye ráér, mert megfőztük a gesztenyét. Uh-huh. Ugye az ráér, azt inkább csak így egy ilyen kis kuriózumként gondoltuk bele, ha nincs otthon, vagy nem fértek hozzá, egész nyugodtan el lehet hagyni. Egyébként te mivel helyettesítenéd, ha nincs otthon gesztenyét? Mondjuk napraforgó maggal én szoktam beletenni, vagy mogyorót is szoktam néha az ételekben, mert nagyon szeretem, hogy egy picit roppanós lesz a megfőtt, vagy megpirult zöldségek között. Mogyoró, brokkoli, sütőtök, hú, ez is izgalmas kombó. Akkor kérlek, szerintem most, aha, de nézd meg, picit aranybarnák lettek a szemcsék. Üveges a hagymánk, sőt, elkezdett pirulni, mehet bele a brokkoli, és egy kicsit átforgatjuk, aztán lassan készen is vagyunk. Ez a mennyiség azért nem kevés, amint te is látod, ugye? És ugye a köles is hozzá fog még jönni. Egyébként a gesztenye az kenyérhelyettesítő, tehát egy féli étel, és régen, amikor nem tudtak elég kenyeret fogyasztani, akkor gesztenyével pótolták ezt a kenyérhiányt. Nézem közben itt az asztalon, hogy nehogy kihagyjunk valamit. Azt egy kis morzsát is tedd bele, légy szíves, még az belefér. Idehozom, mert közben elfelejtettük hátul a kölest. Aha, szépen felszívta a vizet. Én most le is zárom, mert szerintem már az alján sincs. Látom a kis pöttyöket, ahol kigőzölt. Nézzétek azokat a kis lukakat. Ott távozott lentről a gőz, a víz gőz formájában. Egy picit félretesszük. A kölesnél fontos, hogy amikor megfő, akkor még ne turkáljunk, ne kevergessük, ne nézegessük. Itt van egy kis lutri, hogy megjósoljuk, hogy vajon elfőtte már a víz, vagy nem. Az alján marad egy pici, azt még felszívja, de hát ugye házias konyha, ilyen dolgok beleférnek még nálunk, és úgyhogy egy picit állni hagyjuk, ez mindjárt jó lesz. Én amúgy is itt szoktam a gabonákat főzni, hogy elzárom, és utána még hagyom egy picit párologni, mert akkor biztos, hogy nem lesz mászkos, vagy sokkal pergősebb lesznek a gabonák. Amúgy a legtöbb ételnél jó, hogyha egy kicsit állni hagyjuk, főzünk egy levest, az sem rögtön a lobogó
levest a tűzhelyről, lerántjuk a tálalóasztalra, hanem áll egy fél igen. órát, egy órát, kicsit pihen. Sőt, másnap melegítve ugye még finomabb. Bak az ételek. Figyelj, egy pici szójaszószt tegyünk bele egy jó. kicsit, vagy tamarit. Van itthon neked? Van. Bio tamari szósz a legjobbat hoztad ebből is, nagyon jó, mehet rá. Ez is gluténmentes, úgyhogy nem lehet gond, hogyha valaki gluténérzékeny. A sima szójaszószban szokott lenni búza, úgyhogy azt gluténérzékenyek nem tudják fogyasztani. Főleg, ha nagyon szigorúan érzékeny, ugye? Így van. Na, én úgy döntök, hogy lekapcsolom a tűzhelyet. Szerintem, gyere, kóstoljuk meg, csak így egy picit a fehérjét, hogy eléggé ízese. Uh-huh. Most még rádobhatunk bármiből, mert később már nem biztos. Nekem még egy kicsi só. Kicsi ugye? Só, uh-huh. pici uh-huh. bors. De nagyon jó, és van. Én még ebből a szárított kakukkfűből is teszek egy kicsit bele ennek. Ennek van egy másfajta ízvilága, másfajta intenzitása. Picit megnyomjuk még a fűszereket. Hát ilyet én is fogok csinálni mostantól. Ez nagyon hát finom. Ezt együtt csináljuk most éppen. Jó, mármint, hogy úgy is, hogy majd az itthoni főzésben. Jó, és figyelj csak, én ennyit csinálok, hogy így ketté töröm a kis gesztenyéket, és mehet is bele, mit szólsz. Azért nem pirítottuk, vagy főztük itt már együtt, mert akkor nagyon szétmenne. És ugye ez inkább egy ilyen értékes mozaik anyag, ez látszom majd a végeredményben is, hogy itt van. Esetleg beledobálod ezeket még? Légy szíves! Így, hogy majdnem kész vagyunk a töltelékkel, készítsük elő a hokkaidókat. Nagyon kis szép cuki darabkák. Félbe fogjuk vágni, uh-huh. neked is van, nekem is van. Próbálj egy stabil pontot venni, én levágom az alján ezt uh-huh. a picikét. Jaj, hogy akkor Zoli létszik, erős, hogy nem is levágod a nagy késeddel. Én persze. amúgy azért szeretem a hokkaidótokat, mert nem kell megpucolni, meg ugye a héját uh-huh. is meg lehet enni. Ó! Vagy én nem szoktam, én nem szoktam megpucolni. Nem szoktad. Hát végülis a másiknak is meg lehet enni, csak nem olyan finom. Igen. Jó. Akkor próbáljuk meg a felénél, tehát valahogy elfelezni a tököt. Egy tököt felvágni mindig veszélyes, mert nagyon nagy erő kell hozzá és nagyobb kés. Aha, nagyon szép. Látjátok, hogy ilyen vékonyabb a húsa, ugye? És igen. gyorsabban megsül, megpárolódik, megpuhul, mint egy sütőtök. És egyszerűen egy kanállal vagy karalábé vájóval kiváljuk a magot, magházat. Az Épp testben, épp lélek videósorozatunknak és a táborunknak is ugye az alapvető mottoja, hogy tisztán növényi étrendet kínálunk, mert nagyon fontosnak tartjuk az egészséges táplálkozás és a lelki egészség szempontjából is, hogy növényi étrendet folytassunk. Ez készen van, ez így jó? Szuper! Hiszen úgy tudom, hogy ezzel alapozzuk meg aztán a lélek egészségét is. Így van. Ugye? Így van. Kész vagy, Frédus, a tökökkel? Így van. Nagyon jó, akkor fűszerezzük be a belsejét, és itt van például ez az úgynevezett sárga só, ez a bio vegeta, vagy nem tudom, hogy uh-huh. hívjuk. Ezt is be fogjuk mutatni például a táborba, hogy mitől különbözik a hagyományos, megszokott ételízesítőktől. Például ebben nincsen nátriumglutamát, az a mesterséges ízfokozó, tehát nem terheljük a szervezetünket ilyen mesterséges anyagokkal. És hozzátenném egyébként, hogy a tamari szósz is ugyanezt a glutamát-szerű érzetet adja, de anélkül, hogy mesterségesen benne van, ez természetes formájában tartalmazza az ízfokozót, azért nagyon jól kihozza az ételeknek az ízét. Igen, én azt úgy szoktam mondani, hogy az ötödik ízt tartalmazza van, az igen. umamit, mint nagyon sok minden egyébként, csak persze kisebb koncentrációban. Például a paradicsom. De hát ugye az egészséges életmód arra is jó, hogy az érzékeink kifinomodnak, és ezáltal nem kell túlzásba vinnünk sem a sót, sem ezeket az ízfokozókat, és az ételek és a fűszerek saját természetes ízét és zamatát tudjuk érzékelni. Ez így. Ugye? Így van. Na, gyönyörűek, akkor kérek szépen egy tepsit, és akkor nézzük meg a kölest, hogy hogy állunk. Egy gyönyörű kerámia tepsivel fogunk dolgozni, Frida jó voltából. Uh-huh. Annyit még tehetünk ezzel a tökkel, hogy egy picit megvágjuk az alját, ha gondolod, megcsinálom neked. Jó, azt köszönöm. A nagykéssel. Így egy picit alávágunk, hogy stabilan megálljon a tepsiben, mert azt szeretnénk, hogy a teteje is majd szépen egyenletesen megpiruljon. Úgynevezett talpat vágunk neki, remélem ez elég lesz. Jó, visszaadom, parancsolj! És akkor fejezzük be a tölteléket, mégpedig
Azt gondoltam, várjál, először beszéltük, hogy teszünk bele egy kis paradicsomot is. Ó, tényleg, igen. Úgyhogy... Ami Zolinak a kertjéből van, mert hogy neki van egy kis kertje, ahol mindenféle isteni dolgot termesz, például azt a gyönyörű almát is onnan hoztam. Igen, ezt tegnap szedtem, álomszerű, hogy milyen szép almákat termett a fa, úgyhogy nagyon örülök, és nézzétek, milyen húsos, friss, házi paradicsom. Ugye én mindig szoktam említeni, hogy ha tudtok, termesztetek meg alapanyagokat, vagy a családban biztos van valaki, akinek van egy kis darab földje. Vagy pedig akár balkonba is lehet, tehát vannak olyan zöldségek, amik balkonba is nagyon jól el tudnak lenni. Főleg a zöld levelesek, ugye? Fűszernövények, saláták. Igen, de egy nagyobb balkonban mondjuk egy paradicsom is meg tud élni. Igen, tényleg. Egy kolléganőmnek is adtam palántákat, és gyönyörű fürtös paradicsomjai lettek. Illetve a fűszernövények, azok is nagyon jól megélnek a balkonba, vagy ilyen nagyobb cserébe. Kivéve a bazsalikom. A bazsalikom az a szabad földet szereti. Ó, ezt nem tudtam. Bizony. Tényleg? Igen. Jó, na ennyi elég lesz, mert ezt azért gondoltuk, hogy beletesszük. Egyrészt a színe miatt, hopp, itt egy kis darabka. Egyrészt a színe miatt, hogy gazdagítsa, másrészt pedig, hogy szaftosabb legyen, savasabb, és ne száradjon ki annyi a töltelék, úgyhogy szépen majd meg fog párolódni közben. De hozom a kölest, nézzük meg, hogy néz ki a kölesünk, most már állt egy jó 10 percet, ugye? Igen. Aha, gőzölög. Egy fakanál, és akkor megnézzük, alányulunk a kölesünk, meg nem éget le. Jó hír, picit lekapta, elkezdett. Én azt szeretem, az finom. De ez még az a kategória, ami még nyugodtan belefér. És ilyenkor érdemes kicsit átforgatni a kölesünket. Ott is van egy picit, ez is belefér. Nagyon jó. És kivesszük azt a részt, amit esetleg a kölestúró krémhez fogunk használni. Amint látjátok, itt egy picikét, nézd meg, Fridus, hogy egy kicsit most még így össze van állva, igen. De ha hagyjátok így kigőzölni, és néha átkevered egy villával, fontos, hogy ne legyen túl tömör, hanem akár laposabb tába is át lehet teríteni, akkor kigőzöl és pergőssé válik. És ahogy hűl, egyre inkább elválnak a szemcsék egymástól. Nagyon szép a kölesünk, úgyhogy ki is veszek belőle annyit, amennyire a túrókrémhez szükségünk lesz, ugye? És az nem baj, hogy egy picit sós, ugye? Nem, mert a só azért kihozza majd az édes ízeket, meg hát ezt majd tuningoljuk mindenfélével, úgyhogy ez kevésbé lesz sós. Amúgy desszertnek sem főzném direktbe kevésebb sóval. Ez nekem tetszik ez a mérték. Hát mennyi legyen? Mennyire vagyunk éhesek? Nagy a stáb? Nagy. A stáb az nagy és éhesek stáb vagyunk. Stáb az nagy és éhesek, jó, és a desszertet szeretjük, akkor ennyit teszek félre, jó? És akkor a maradékot pedig szépen még így összetömörítem. Nagyon jó, elég is lesz tölteléknek, és akkor beleteszem ennek egy részét. A fele meg fog maradni. Nem baj, ez így magában is nagyon finom. Nem baj, ha itt hagyod, el igen, fog fogyni. Kicsit hagyok, és akkor arra kérlek, hogy még mielőtt teljesen összekeverném egy pici sajtot, növényi sajtot természetesen, ennek a felét legalább, ezt még reszelt bele. Ennek a felét? Annak a felét, ennek is lesz egy ilyen tapasztó, gazdagító hatása, addig itt a kis tököket beleteszem az edénykénkbe. Hú, de szép ez a kerámia. Egy őszi hangulat. Igen, ez nagyon jó fotók lesznek belőle. Nagyon jó, be vagyunk készülve, sütőn be van gyújtva, előmelegítettem közben. Ezt eltesszük innen, hogy ne nagyon zavarjon. Ide fölteszem, így a kettőnk közé, és akkor nézzük meg az arányokat, hogy elég gazdag-e. Ugye itt az a lényeg, hogy maga a köret is már benne van a töltelékben, mint ugye a köles, meg a húspótló, ugye mint a borsófehérje, a zöldségek is benne vannak. Fridus, ha megengeded, akkor én betöltöm, elkezdem ezeket töltögetni, de addig hadd kérdezzem meg, hogy honnan szerezted a tapasztalatod, ezt a széleskörű tudásodat, vagy egyáltalán az érdeklődésed honnan származik? Hát ez már egy nagyon régi történet, ugyanis már több mint 20 éve ilyen növényi táplálkozáson vagyok, de igazából ezt a gyógynövényes és természetes életmód, a pakolások
területét, azt akkor kezdtem azzal, akkor kezdtem foglalkozni, amikor megszületett a fiam, a Dávid, és mindenképpen azt szerettem volna, hogy minél természetesebb gyógymódokat használjak, hogyha éppen szükség van rám, illetve nagyon fontosnak tartottam, hogy vegánként, ugye, hogy ő is vegánként nevelkedett, hogy egészen biztosan minden tápanyagot megkapjon. Mert van ez a félelem, hogy a vegán neveltetésű vagy életmódú gyerekek nem kapnak teljes értékű tápanyagokat, de hát ezt már én úgy tudom, hogy a nemzetközi ilyen egészségtudományos konferencián is publikálták ennek az ellenkezőjét, hogy a növényi étkezés, tisztán növényi étkezés teljes értékű, sőt, még a kismamáknak is állítólag. Tehát nem azt jelenti, hogy, nem, hogy csupán nem eszem húst és tejterméket, hanem azzal, hogy tudatosan összeválogatom a megfelelő gabonákat, gyümölcsöket, zöldségeket, így tudom biztosítani a megfelelő tápanyagbevitelt. Hát és nagyon fontos a szezonális táplálkozás, a megfelelő ételpárosítás, mennyit teszünk, milyen mennyiséget. És hát ugye én mindig azt szoktam hangsúlyozni, hogy ugye amit te is mondasz, hogy a változatos táplálkozás, hogy a szervezet ugye komplettálja ezeket az alapanyagokat, hiszen intelligens az embernek a szervezete, nem az ember, hanem a szervezete igen, így igen. van megteremtve, úgyhogy elvégzi a dolgát, csak nekünk meg kell adni a szükséges részeket, hogy ő összetegye az egészet belőle, úgymond. És többek között ezekről is szó lesz majd a táborunkban. Hát akkor erre nagyon érdemes bejelentkezni. Igen. Na, egyelőre erre gondoltam, hogy ennyit tegyünk bele. Mit szólsz, hogyha a többit, ami maradt, bőven maradt, ezt majd esetleg mellé tálaljuk, ha valakinek kevés. Jó. Jó, és nagyon jól néz ki, már nagyon, mindjárt most nagyon, le fogom nagyon fotózni. Hogy arra kérlek, Fridus, hogy addig még itt pakolászok, egy kis sajtot még reszelj a tetejére, egy pici növényi sajtot. Meg abból a másik féléből is. Igen, van itt egy ilyen... Ez egy, hát egyfajta feta, vagy nem tudom, kék sajt, vagy roquefort, vagy nem, ez minden szövel meg. Nem, ez csak sima feta. Ez egy sima feta sajt imitáció. Várjál csak ide még egy picit. Ez gondolom rá fog olvadni, ezzel még nem dolgoztam egyébként, ez valami új termék. Ezért is jó a Fridával együtt működni, mert... Szeretem felkutatni az újdonságokat, amik nagyon kutató, finomak. Nagy kutató, igen. Kész is vagy, Frida, köszönöm szépen. Ez egy füstölt sajt, érzem az illatán, ugye? Így van, igen. Füstölt növényi sajt, ugye? Hangsúlyozzuk, nehogy aztán megkapjuk itt a vádakat, a kritikát. Egy nagyon pici olívaolajjal lötyintem a tetejét, csak azért, hogy így a szélét, a tök karimáját egy jújjúj megszalad, de nem baj. Nem baj, olívaolajból sosem elég. Sosem elég, szeretjük. Úgy. És azt gondoltam, hogy egy kevés vizet alá lötyintünk, az elején segítsünk egy picit a párolódásban, hogy puhuljon a tök, csak így egy 2 decit, aztán miután ez elpárolgott, jöhet föntről a sütés, vagy akár egy kis grill funkciót is adhatunk neki. Na, mehet a sütőbe. Jöhet a kölestúró, rakjuk össze a kis parkrémünket, ebben kérlek segíts, hogy a citromokat lereszeled, előgyúrom neked, mert elég kemények, és láttam nálad a citromkúrás videóban is, igen. hogy te is elő szoktad masszírozni a citromokat. Sokkal több lé jön ki belőle, hogyha előtte megnyomkodjuk. Parancsolj! Köszönöm. A reszelőt kérem szépen. Melyikkel reszeljem? Hát kérlek, ezzel? Alapvetően ezzel szokták reszelni. Ezzel szokták alapvetően reszelni, de ebből nagyon nehéz kiütögetni. Úgyhogy ezzel így óvatosan, jó. és addig én belemorzsolok egy natur tofut ide a kölesbe. Jó? Azért teszem bele a tofut, mert natur tofut is szokták használni a túró imitációjára. Úgyhogy most a kettőt keverjük egy kicsit, de ha nem szeretnétek, akkor természetesen elhagyhatjátok. És az nagyon fontos, hogy a citromnál, ha citromot használjuk, akkor mindenképpen biót vagy kezeletlen éjjú citromot használjatok. Úgy tudom, hogy az étteremben is csak ilyeneket, biót használtok, ugyanis nagyon sok ilyen vegyszert szív föl a héja, és azt nem szeretnénk megenni. Igen, koktélokba, italokba, főleg amiben a héját, nem, szinte csak biót használunk, nem is használunk rendeset. Ugye a lime-ot, narancsot és a citromot is külön igen. rendeljük. És már vannak olyan boltok, ahol ha nem is biót, de lehet kapni, oda mindenképp ki van írva, hogy emberi fogyasztása alkalmas a héja, akkor is érdemes mondjuk megmosni, de
De van még egy olyan trükk, hogy meleg vízbe áztassuk, hogyha mégse sikerül biót vásárolni, akkor egy fél órát, órát. Ha beáztatjátok, akkor kioldódnak ezeknek a kémiai anyagoknak egy részei, és talán ezzel egyen jobban járunk. Majd utána a levét is csavartjuk, kérlek szépen, ide készítem a csavarót. Mehet az ízesítés? Csinálhatom addig, ugye? Igen. Van itt egy kis nátszukrom, por alakban, de használhatok természetesen alternatív édesítőket, eritrét, xilét, stevia, vagy ezeknek a kombinációit. Én is használtam már sok receptet, tehát ha valaki cukorbeteg, vagy egyáltalán nem szeretne ilyet, vagy nagyon sokan preferálják a növényi szirupokat, különböző agavé szirup, árpamaláta szirup, sokféle ilyen szirup létezik, de én most egyszerűen csak a nátszukorral így megszórom, aztán hadd menjen. Ez nem is lesz olyan nagyon édes, gondolom. Hát most, hogy a hatodik kanállal beleraktam, nem tudom. Nem tudom. Jöhet egy kis vanília, bourbon vanília, őrölt formában, hadd menjen, ugye ez? Mégiscsak intenzív, citromhéj. Kell, hogy legyen, citromhéj meg is vagy. Ennyi lett csak? Ennyi lett csak. Jó. Nagyon jól néz ki. Ez. Néz ki, mint a gyerekkorom túró tölteléke. Igen. Megvan az élmény? Igen, igen. Oké, jöhet a lé. Hát ezt meg tudom fölfogni úgy, hogy a magok ne menjenek bele. Ugye egy ilyen jó tölteléknek a citrom, van még, persze, kérem szépen, a citrom, ez a kis savasság, meg a héjnek a zamata adja a lelkét ennek a jó kis töltikének. Aztán jöjjön egy tejföl helyettesítő, ami egyébként most egy szójajoghurt, ebből is mehet bele bőven, aztán majd beállítjuk, hát ez egy jó 3-4 deci, és van még itt nekem egy ilyen, szintén egy ilyen vegán tejföl helyettesítőm, ebből is belevágok egyet. Hát ki mihez jut hozzá, mert azért lehet már ilyen kókuszjoghurtot kapni, igen, mindenféle alternatívákat, nem biztos, hogy mindenki eléri. Én már láttam mandulajoghurtot, illetve házilag is lehet készíteni akár ilyen szójajoghurtot, vagy valamilyen fehérje tartalmú tejből joghurtot. Vagy joghurt kultúrával? Igen, vagy pedig egy, hogyha van otthon kisebb ilyen valamilyen növényi joghurt, azzal is be lehet oltani a tejet. És nem kell hozzá kifejezetten joghurt készítőgép, mert a sütőbe is meg lehet csinálni. 50 fokon, hogyha betesszük, akkor ugyanúgy. És a radiátorra teszem? Az is tökéletes. Na, még derülnek itt ki. Be kell fűteni, vagy télnek kell lennie. Tudod, mire gondoltam? Egy pici sárga színt imitáljunk, egy kis kurkumát tegyünk bele színesítőnek. Jó. Kérek szépen. Adok. Hú, jó erős illata van, meg a színe is az, nézzétek. Ez elég? Igen. Nehogy sok legyen, mert akkor sok elviszi. Nem lesz, az ízét nem. Miért jó, remélem. Hát egyelőre ennyivel kezdjünk, oké. Megkockáztatjuk, és akkor keverjük össze ezzel a spatulával, vagy hogy hívják ezt? Szilikon lapáttal fogom egyelőre összekeverni, és aztán természetesen ezt lehet állni hagyni hűtőben is. Itt az a lényeg, hogy ne legyen túl sűrű, ugye azért higítjuk ilyen krémesre, lazára, hogy ezt a habos pohárkrém állagot el tudjuk érni. Hát a köles azért elég sokat föl tud szívni, főleg ha nem főztük túl, márpedig mi pont jóra főztük. Nézd csak! Nagyon jól néz ki. Lehet, hogy megkóstolhatnád. Teszteld kérlek szépen az ízét. Boldogan megkóstolom. Nagyon finom. Finom? Mit szólsz ahhoz, hogy egy kis csavart még beletegyek a sztoriba? Van itt egy kis kókusz tejszínem, vagy kókusztejem, vagy kókuszkonzerv, bárhogy hívhatjátok, picit felrázom, és ebből is egy kicsit teszek bele, de csak azért, hogy higítsak rajta, lágyítsam egy picit az állagát. Ugye az íze nem lesz annyira intenzív, egyrészt nem tettem bele sokat, kettő, ez egy jó minőségű kókusz. Egyébként, ha meg az íze intenzív, akkor na, úgy jártunk, kókuszos kölestúró krém, még passzol is. És ha jól gondolom, ez egy picit meg fog majd dermedni, igaz? Tehát föl fogja szívni. Igen, mindenképp, persze, mert most folyadékot kapott, még ugye langyos a kölesünk, tehát nem hűlt meg teljesen, és akkor most jön a kóstoló, a végső. Na. Elég volt a
Az édesítő nekem benne? Nekem igen, hogyha még lesz a tetején, én nem bánom, hogyha nem túl édes egy édesség. Uh-huh. Szerintem tökéletes, nagyon finom. Figyelj, én ezt pici joghurtot még belerakom. Jó, tegyük bele. De csak mert már látom, hogy be fog állni, ne legyen túl kemény. Fú. Jó, nagyon megjön jó. A túró íz. Parancsolj. És akkor egy utolsó keverés, és betöltjük szépen a poharakba. És mit kínáljunk ehhez? Hát úgy tudom, hogy hoztál valami igazán különleges dolgot. Hát nem annyira különleges, de mondjuk... Nem annyira különleges? Mána lekvárt hozott. Mána lekvárt, na jó. Ha de jól passzol sejtem, hozzá. Akkor házit. Hát házi nátszukorral van főzve, de egyébként passzol hozzá az eper is, vagy meg lehet csinálni ilyen mazsolásra, ha valaki nagyon szereti, akár narancsosan, narancsos kamutúró krém, úgy mond. Na, nézzük meg az állagot. Aha, szerintem jó lesz. Ezt egyébként meg is lehet sütni, hogyha egy ilyen omlós tészta közé rakod, akkor gyakorlatilag egy köles túrós pitét kapsz. Ott azért fontos, hogy hogy állítjuk be a nedvesség tartalmát, nem, hogy túl lágy maradjon, de szerintem ez bekötne. Segítesz nekem? Akkor betöltjük együtt. Adok én neked is egy, adok neked is egy kanalat. Köszönöm. Szerintem, ha félig töltjük, az elég lesz, aztán a többit meg lekvárral, meg egyebekkel megtuningoljuk. Mehet rá akkor pár kanál málna lekvár. Nagyon jó ez a kontraszt, nem? Így a színekben. És ez házi málnából van, Zoli? Nem, ez fagyasztott málnából azért. Házi málnából lekvárt főzni az már azért mai világban extra dolog, de egyébként, ha fagyasztott málnátok van, akkor bele lehet keverni a túrókrémbe is, fagyosan, és akkor ott szép lassan kiolvad, húz ilyen kis ilyen pink csíkokat ott a pohár falán, az még egy külön extra tud lenni. Nagyon jó, készen is vagyunk, és akkor tálalásig félretesszük, vagy akár hűtőbe is tehetitek, de mi egyelőre csak ide hátra. Elkészült a tök, hagytuk egy fél órát pihenni, előkészültünk a tálaláshoz is. Azt már nagyon várjuk. Köles túrókrém már remegve vár minket, és jöhet a tálalás. Zoli, ugye minden főétkezéshez jó, hogyha eszünk nyers ételt, vagy akkor milyen salitót most gyorsan, vagy valamilyen friss, élő dolgot tudsz gyorsan összevágni. Nézzük csak, mi van itt. Kitettél egy aprócska kis édesköményt, akkor ennek leveszem a külső héját. Igazi kis ánizsos ízvilág, ugye ebben is tettünk hasonló ilyen közel-keleti fűszereket, és látok itt egy bio zöldalmát, ebből a kettőből csinálunk egy friss üdesalátát, jó? Jó. Ami nagyon egyszerű lesz, nagyon különleges íze van, szereted? Ugye, megmondom őszintén, azért vettem, mert még soha nem csináltam, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy milyen az íze. És még annyit szerettem volna mondani, hogy ugye a gyümölcsöket amúgy nem jó összeenni semmivel, és ezelől az egyedüli kivétel az alma, amit lehet mondjuk zöldségekhez vagy gabonához enni, úgyhogy ez nyersen. Is nagyon nyersen, így van, aha. Nyersen, tehát hőkezelve már más, de kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz így az édeskömény. Amit én fontosnak tartok, nem vágom bele az összes zöldjét, picit erős, hogy nagyon vékonyra vágtam. Uh-huh. Kóstolj meg egyet? Megkóstolom. Nem emlékeztet a gyerekkorodra, a kanalas orvosság? De igen. Az volt ilyen ánizs ízű. Meg a medvecukor. Na, azt nem ettem. Én azt ettem, szerettem. Én csak azt a szivacsosat ettem, de az is már jó rég volt. Jó vékonyra akkor felvágtuk. Nagyon finom, mert nem ilyen nagyon domináns íze van, hanem nagyon lágy. Lágy, de közben van egy ilyen fűszeres, édeskés ízvilága, és akkor ezt fogjuk lelazítani. Mehet ide a tálba. Ezt fogjuk lelazítani a zöldalmával. Fontos, hogy ez jó pikáns legyen, savanykás, ugye? Igen. Zamatos. Nézd meg, hogy jó lesz-e. Mert van ott még a másik almából. Szuper. Héját rajta hagyjuk, mert héjában a vitamin, ugye van egy ilyen is, de állítólag nem a héjában van, hanem... Hanem a héja alatt. És hogyha meghámozzuk, akkor pont azokat az értékes vitaminokat, nyomelemeket is elveszítjük. Nagyon jó ízű. Meg hát jó a fogaknak, a rágásnak ugye a héja. Edzi egy kicsit a szerveinket ott is.
Na, még ezt megvágom, legyen jó pikás. Már azt hallottuk. És mivel fogod ízesíteni? Van itt egy kis olívaolaj, ugye azt már eleve használtuk sok mindenhez. De még van itt egy pici snidlingem is. Ez is egy ilyen kis friss üdeíz, nem olyan goromba, idézőjelben mondom a gorombát, tehát nem annyira erős, mint mondjuk a lilahagyma, vöröshagyma, vagy akár a póré. Úgyhogy ez is mehet ilyen kicsit nagyobbakra, szépen belevágjuk. Pici só, ugye? Kicsit dobja ki a levét mind a kettő. Alapanyag, és adtál nekem egy különleges almaecetet, ami málnával van. Mánás. Ízesítve, hát nem is láttam még ilyet. Majd a mánás köles pudingunkhoz. A málnaecetet ismertem, de almaecet formájában még nem találkoztam vele. Van itt egy nagyon pici őrölt bors, amivel még meg lehet hinteni. És akkor jó alaposan összekeverjük, és most már tényleg tálaljunk. Jó, hát ezt is, mint bármilyen ételt, amit készítünk, fontos, hogy megkóstoljuk előtte. Én szívesen alávetem magam ennek. Jó, én is feláldozom magamat. Te is. Jó, akkor kiveszünk a legkisebbet. Na, jó, nagyon szép puha. Érzem már, ahogy megnyomtam, összeért. Ketté vágom, hogy mindenki lássa, hogy hogy néz ki a belseje. Ugye egy ilyen köleses gesztenyés töltelékkel töntük meg szépen. Viszonylag szaftos maradt. Nagyon jó, ezért is jó hozzá a saláta. Ugye, hogy jobban csúszik, de készíthetünk egy mártást, vagy kapros joghurtot, vagy ennek a zöldjét, belevágjuk egy ilyen szója joghurtba. Parancsolj, vágjak neked egy kis darabkát. Itt van egy ilyen egy kis cikk. Én csak egy darab tököt. Tényleg jó a héja. Nagyon jó. Vaj puha a héja. Ehető. Akkor addig is én kirakom. Jó. Most a stáb is élezze, hogy haladunk. Nagyon úgy. Jó ezzel a hokkaidóban, ez a köles íz. Egy pici friss saláta. Kaptam a Fridától ehhez az ételhez egy ilyen atomsűrű gránátalma szirupot. Ebből is csurgatunk egy kicsit így az ételre. Ez passzol is hozzá egyébként. Savanyú, de gránátalma íze van, és nagyon-nagyon finom saláta öntetekhez. Nagyon jó lesz ehhez az ételhez. Köszönöm szépen, hogy ilyen extrákkal elkápráztatsz engem. Ezeket különösen szeretem a konyhában. Még az olit is meg lehet letni. Fridus, majdnem elfelejtettük a lényeget. Úristen, a nagyon gusztusos köles krém. Nagyon jó. Nagyon jó. Szerintem egyet engedjünk meg magunknak, hogy megkóstoljuk. Tessék. Ó, köszönöm szépen. Hát ez. Hát akkor egészségünkre. Így oldalról. Úristen. Gyorsan búcsúzunk el? Úgy ez a mána lekvár. Ez nagyon ütős. Hát először is én nagyon köszönöm, hogy együtt főzhettünk. Igen, ebben a minőségben, meg ennyiféle újdonságot tudtunk együtt létrehozni. Remélem tetszettek a receptek, és ti is kipróbáljátok. És találkozzunk október elején a külső-belső megújulás táborunkban. Következő alkalommal pedig egy újabb gabonás receptet hozunk nektek, a főszereplő pedig... az árpa lesz. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok!